Jó, Brodi, szerkesztő nevében is köszönöm minden kedves hallgatót. Ez itt a Világnézet, és én Szabó József vagyok. A mai témánk pedig Ukrajna csatlakozása lesz. Vendégünk Demko Attila, az MCC geopolitikai műhelyének vezetője. Jó napot kívánok! Múlt héten volt egy EU csúcs, ahol többek között az ukrán csatlakozás is téma volt. Lehetséges ez a mostani körülmények között? Egyáltalán mikor lenne reális egy ilyen témáról tárgyalni? A témáról már tárgyalnak, hiszen elindult Ukrajna csatlakozási folyamata ezzel a döntéssel. Az a kérdés, hogy mikor lehetséges tényleg az ukrán csatlakozás. Egy háborúban álló országról beszélünk, nagyon nehéz bármilyen összehasonlítást tenni a korábbi csatlakozási folyamatokkal, de ha megnézzük azt, hogy mely országok tudtak viszonylag hamar csatlakozni, akkor nyugat-európai országokról beszélhetünk, hiszen Ausztria, amikor benyújtott a csatlakozási kérelmét és elindult a tárgyalási folyamat, ahhoz képest 6 év múlva már tag volt. De Ausztria egy nagyon magas gazdasági szintről indult, nagyon mélyen be volt integrálva a nyugat-európai gazdaságba, nagyon gyorsan át tudták venni a törvényeket és a szabályozásokat, tehát EU-kompatibilis ország volt már eleve. És ez is 6 évbe tellett, tehát ez sem ment azonnal. Ha megnézzük a közép-európai országokat, Magyarországot, Lengyelországot, Csehországot, ez már egy 10 éves nagyságrend. Tehát itt már többet kellett várni, nagyobb is volt a feladat, hiszen távolabb voltunk Európától. Megnézzük a következő országcsoportot, mondjuk Románia, Bulgária, itt még hosszabb az időtartalom, hiszen ők még távolabb voltak Európától, bizonyos értelemben még nincsenek is teljesen benne az Európai Unióban, például a Schengeni övezetben nem tudnak belépni, már nagyon hosszú ideje. Tehát azt kell látni, hogy minden országnak mások az adottságai, és Ukrajna sok tekintetben talán a legrosszabb adottságú ország az Európai Uniós csatlakozás tekintve a jelenlegi jelentkező országok közül, hiszen egyrészt háborúban áll, másrészt rendkívül leromlott a gazdasága, Moldovával együtt Európa legszegényebb országa, sőt ugye a háború miatt Európa legszegényebb országa, egy nagy ország, egy 30 millió körüli lakossága lehet most Ukrajnának, hatalmas agrárszektorral, hatalmas mezőgazdasági szektorral, amit nagyon nehéz integrálni a jelenlegi európai mezőgazdasági politikába, és ez nem Lengyelországnak vagy Magyarországnak lenne csak nagy probléma, hanem mondjuk Franciaországnak is. Tehát rengeteg problémát kell megoldani Ukrajna tekintetében, amit pusztán a jó akarat nem tud megoldani, hiszen végül is máson nem múlt ez a csatlakozási tárgyalások elindításáról szóló döntés, mint a jó akaratról, hiszen valójában Ukrajna nem volt abban a helyzetben, vagy hogyha már a többi tagállamot, vagy többi államot nézzük, hogy amikor elindította a tárgyalásokat, milyen helyzetben volt, nagyon messze van ettől Ukrajna, tehát erős jó akarat kellett ahhoz, hogy elinduljanak ezek a tárgyalások. Akkor igazából ez csak egy szándéknyilatkozat azzal kapcsolatban, hogy egyszer majd talán beléphet az EU-ba? Ez egy politikai gesztus volt Ukrajnának megfelelő tárgyi alap nélkül. Ukrajna, mondom, nem érte el azt a szintet, hogy megkezdhesse a tárgyalásokat, ha pusztán a tényszerű mutatókat nézzük. Tehát mindenképpen egy politikai gesztusról van szó, aminek Ukrajnában lehet nagy fontossága, meg nyilván Európában bizonyos körök, rétegek számára Ukrajna gyakorlatilag egy új spanyol polgárháború, abban az értelemben, hogy ez egy legyőzendő ideológiai ellenséggel, Oroszországgal való küzdelemnek a része, ezért Ukrajna támogatására mindent meg kell tenni, mindent meg kell ígérni, még akkor is, hogyha nem reális. Tehát Európában is van egy ilyen nagyon erőteljes vonal, hogy mi tegyünk meg mindent, akár reális, akár nem, meg ígérjünk meg mindent. Ukrajnában meg nyilván rendkívül fontos volt Zelenszkij elnöknek, hogy az alapvetően nem sikeres ellentámadás, a gazdasági nehézségek, az orosz bombázások közepette felmutasson valamit Ukrajna népének, és ez egy valami, amit felmutathat, hiszen megígérte, hogy beviszi Ukrajnát az Európai Unióba. Tehát szerintem a kérdésnek ez a két oldala, ez az európai hit, és nagyon erőteljes, nem is tudom, hogy mondjam, nagyon erőteljes szél ebbe az irányba, hogy Ukrajnáért mindent meg kell tenni,
és ilyen, kicsit ilyen vágyvezérelt gondolkodás, hogyha mindent megígérünk, akkor abból lesz is valami. Bár Ukrajnának egyébként nem ígéretekre lenne szüksége, hanem sokkal több gazdasági, meg fegyvertámogatása, de mindegy, ettől függetlenül ez egy fontos szimbólum volt Ukrajna számára, amit Zelenszkij elnök belpolitikában fel tudott használni. Úgy tűnik, mintha ez a gazdaság, illetve pénzügyi támogatás egy kicsit ilyen hullámvölgyön menne keresztül. IMF vezetője szerint Amerika és Európa támogatása nélkül már csak egy pár hónapja van hátra Ukrajnának. Elképzelhető az, hogy a nyugati politika miatt Ukrajna nem kapja meg időben a pénzt? Nézd, a pénz az egy dolog, tehát pénzre mindenképpen van szükség, és az európai pénz szerintem meg fogja kapni Ukrajna. A fegyver a nagy kérdés, és ezért mondtam, hogy ez a központi dolog, amit Európa nem tud adni, ezt Amerikának kellene megadni. Európa pénzt tud adni, sok pénzt tud adni még Ukrajnának, de fegyvert már nem nagyon tud adni. Fegyverek nélkül az ukrán ellenállásnak tényleg nincs sokkal több ideje, mint pár hónap. Nem tudjuk, hogy ez mennyi, és azért nem kell alábecsülni az ukrán készséget az ellenállásra, de lőszer nélkül a legjobb, legmodernebb eszköz sem működik, és Ukrajna ugye nem tud nyugati lőszereket gyártani, és a tönkrement fegyvereket nem tudja megjavítani, nem tudja helyettesíteni, tehát újakat kell adni a megsemmisült eszközök helyett a nyugatnak, de ez már csak Amerikában van meg. Amerika viszont nem ad a belpolitikai helyzet miatt, illetve azért is, mert Amerikának globális hatalomként számos térségre kell figyelnie, tehát nem egyszerűen Ukrajna az, ami, tehát Európa számára, vagy bizonyos európai ideológiai áramlatok számára Ukrajna a háború. Az amerikaiak számára Ukrajna egy háború, egy fontos háború, de nem az a háború, amire nem tudják azt mondani, hogy oké, akkor most ebből elég volt. Tehát itt nagyon különböző a filozófiai megközelítés, az amerikai sokkal inkább reális politika, mint az európai ideológikus politika között. És akkor arra lehet számítani, vagy a valódi forgatókönyv lehet, hogy Európa egyedül marad az ukrán támogatással, vagy ezért Amerika valamilyen szinten ezért mégiscsak fogja, ha nem is olyan mértékben, mint eddig, de ezért fogja támogatni Ukrajnát? Nem hiszem, hogy Amerika teljesen ki tud ebből hátrálni. A Biden adminisztráció, amíg van, addig biztosan nem, tehát mindent meg fognak tenni, hogy valamit juttassanak Ukrajnának. Az más kérdés, hogyha egy új adminisztráció lesz 2025 elejétől, ők hogyan fognak ehhez hozzáállni. Tehát teljes kihátrálás nem lesz, de a csökkenés az látható. Tehát, hogyha megnézzük a statisztikákat, hogy Ukrajna mennyit kapott az utóbbi hónapokban az Egyesült Államokból, mik az új csomagok, mekkora méretűek az új csomagok, akkor láthatjuk a csökkenést. Nagy jelentős részben azért, mert ugye elfogyott a keret, amit Ukrajnára szántak, és új szavazás kellene, ugye ez a több mint 60 milliárd dollár, amit ugye a republikánusok nem szavaznak meg. De azért vannak más utak is, hogy adjanak át Ukrajnának fegyvert, tehát a Pentagon költségvetésébe is bekerült, tehát ez egy jelentéktelen 300 milliós összeg Ukrajna megsegítésére. Valószínűleg azért találnak más módokat is, illetve elfelejtünk egy nagyon fontos tényezőt, amit az USA ad. Az USA adja a hírszerzési támogatást. És az is egyébként nagyon sokba kerül, hogy az amerikai szemek nézik az orosz haderőt, és adják át az információkat az ukránoknak. Tehát van egy nagyon jelentős amerikai gépezet, ami Ukrajna mellett dolgozik, ez nem fog eltűnni. Azért, mert nincs plusz támogatás, tehát ezt ott tudják tartani, a felderítőgépeket, a hadihajókat, a műholdakat, tehát rengeteg dolog van amerikai részről, amit adnak Ukrajnának, ami nem pénz és nem fegyver, hanem egyszerűen információ, és egyébként az ukrán védelemben az információ az legalább annyira fontos tud lenni, mint a pénz és a fegyver. Tehát nem egyszerű a képlet, de egy biztos, hogy Európának alapvetően nincsenek meg a képességei arra, hogy Amerika nélkül hosszú távon Ukrajnát megsegítse úgy, hogy Oroszország ne győzzön. Mert ugye a kérdés már nem az a nyári offenzíva sikertelen lezárulása óta, hogy Ukrajna tud-e nyerni, hanem a kérdés az, hogy Oroszország meddig tud elmenni Ukrajnában.
Tehát, hogyha az amerikai segítség nincs meg, meg az európai segítség nincs meg, akkor nyilván Oroszország sokkal többet el tud foglalni Ukrajnából, mint hogyha ez a segítség megvan. Én azt gondolom, hogy teljes Ukrajnát nem képesek az oroszok elfoglalni, hiszen egy óriási országról van szó, és egy nagyon erős orosz ellenesség van, különösen Nyugat-Ukrajnában. De az biztos, hogy ha Európa egyedül marad jó részt, mert mondom, Amerika teljesen nem fog kiszállni, akkor az oroszoknak ez egy nagy lehetőség, hogy Ukrajna további területeit szállják meg. Ahogy most áll a háború, mire lehet számítani? Mi történik a következő időszakban? Ugye most van ez a téli időszak, amikor ott egy ilyen mocsaras területek alakulnak ki, amikor nem igazán lehet előre haladni a hadseregeknek. De ezen kívül látszanak már a jövő év tervei, hogy merre fognak haladni, vagy hogy fog kinézni jövő évben a csatatér? A téli időszakban akkor, hogyha megfagy a föld, akkor lehet előre haladni. Tehát a nagyon sáros időszak az inkább az ősz és a tavasz, bár télen is lehetnek olyan hetek, amikor felenged a fagy, és akkor nagyon nehézé válik az aszfaltozott utakon túl a mozgás. Mire lehet számítani? Ha az elmúlt heteket nézzük, akkor lassú orosz erőletörés van szinte mindenhol. Ez nem azt jelenti, hogy az oroszok át tudják törni az ukrán frontot, és mélyen 20-30 kilométerre behatolva akár harapófogokba tudják zárni az ukrán hadsereget. Eddig az oroszok egy ilyen műveletet tudtak végrehajtani, amikor Mariupolt bekerítették, de egyébként nem sikerült. Azért nem sikerült, meg nem is sikerülhetett, mert rendkívül jó az ukrán felderítés, meg a nyugati felderítés, amit az ukránok kapnak, tehát látják az oroszok mozgását. Azért azt gondolom, hogy inkább ezek a lassabb, felőrlő típusú csaták a várhatók. Az ukrán hadseregben azért még abszolút van harci készség és van fegyverzet. Tehát ami folyik, most bevették az oroszok Marinkát, gyakorlatilag a háború kezdete óta ostromolják, teljesen elpusztult a város, de sikeresen bevették végül a romokat. Viszont Ukrajna ezt a védelmi pozíciót ezzel el is vesztett. Ugye ott van Avdiivka, amit szintén a háború eleje óta stromolnak az oroszok, vagy legalábbis támadnak az oroszok. Itt egy harapófogót próbálnak létrehozni, tehát katlanba akarják zárni az avdiivkai erődöt. Nagyon lassan haladnak előre, rendkívül nagy veszteségekkel az oroszok, de haladnak előre. És ugyanezt láthatjuk Kupjansz térségében, ahol lassan, de biztosan haladnak előre az oroszok, hogy itt az Oszkil folyóvonalát szeretnék biztosítani. És máshol is, tehát hogyha a Zaporizsia megyét nézzük, ott is alapvetően elkezdték az ukránok által elfoglalt területeket visszavenni, Robotine, Verbovel térségében. Az egyetlen egy pont, ahol ukrán offenzív művelet van, ez a Dnyeper folyó herszoni szakasza, ahol vannak ukrán hídfők, ahol az ukrán hadsereg eddig sikeresen tudott védekezni. Most orosz ellentámadások vannak, de sikeresen ki tudta ezt védekezni az ukrán hadsereg. Az más kérdés, persze nem tudjuk, hogy milyen áron, mert a nagy orosz veszteségeket azt látjuk Avdiivkánál, de azért vélhetően a herszoni fronton viszont az ukránoknak vannak nagy veszteségei, hiszen egy folyón át kell utánpótolni az alakulataikat, ugye motorcsónakokkal. Amikor köd van, rossz idő van, akkor ez könnyebben megy, amikor viszont szép az idő, nehéz. Ugye az oroszoknak a drón tevékenysége az sokszorosa már a korábbinak, tehát nagyon sokat fejlődött az orosz hadsereg ebben a tekintetben, nem csak a Lancet dróncsaláddal, hanem az FPV drónokkal is, tehát a kisebb drónok is alkalmasak egy-egy ilyen motorcsónaknak a megsemmisítésére, és nagyon, hogyha az orosz adatokat nézzük, nagyon sokat semmisítettek meg, ha videókat nézzük, azért nem annyira sokat, de az biztos, hogy komoly ukrán áldozatok vannak, hiszen egy ilyen művelethez rengeteg logisztikai háttér kell, ami azt jelenti, hogy ponton hidak hiányában kénytelenek csónakon utánpótolni ezeket a csapatokat. Tehát azt lehet látni, hogy a herszoni frontot kívülve mindenhol orosz előretörés van, de ez nagyon lassú. Tehát itt 100 méterekben, 200-300 méterekben lehet ezt mérni naponta, meg nagyon sokszor gyakorlatilag 0 méter,
de az biztos, hogy az oroszok mennek előre. Viszont nagy áttörés nincs, és talán Avdiivka kivételével nem is várható. Ugye Avdiivka az tényleg egyre szorosabb harapófogóban van, és hogyha a város elesik, az egy jelentős győzelem lenne az oroszoknak. Lehet olyan híreket olvasni, mi alapján egy amerikai tábornokot küldtek Kijevbe, hogy irányítsa, vagy legalábbis segítse az ukrán hadsereget. Erről mit lehet tudni, illetve mi ennek a gyakorlati jelentősége? Hát, ilyen híreket 2022. februári óta hallunk, hogy NATO tisztek segítik az ukránokat helyben. Ugye az Azovsztál alatt is voltak a biolabor mellett NATO tisztek. Nem tudom, tehát, hogy ebben mi az igazság. Az biztos, hogy folyamatos a kapcsolat az amerikaiak és az ukránok között. Valamilyen szinten részt vettek a műveletek kidolgozásában. Információval való segítésében nagyon nagy mértékben részt vettek a nyugati haderők, az amerikai haderő, nem csak ők, hanem a britek is. De azt gondolni, hogy ezeket a hadműveleteket egy olyan tábornok tudná irányítani, aki nem ismeri az ukrán hadsereget, és nyilván egy amerikai tábornok nem tudja úgy ismerni az ukrán hadsereget, mint maguk az ukrán tábornokok, ez szerintem nem reális. Tehát ugye főleg orosz részről repülnek föl ilyen hírek, hogy akkor NATO tisztek nyüzsögnek mindenhol, bizonyára vannak, tehát ez nem kérdés, hogy lehet, vannak tanácsadók, vannak megfigyelők, akár még a frontokon is, tehát nyugati részről, de a hadműveleteket az ukránok irányítják. Tehát egész egyszerűen azért, mert nem ismerheti egy külföldi katonatiszt az ukrán haderőt, úgy, ahogy egy ukrán tábornok. És hogyha megnézzük azt, hogy Ukrajna valójában hogyan állt hozzá a tanácsokhoz, akkor láthatjuk azt is, hogy szó sincs arról, hogy itt kézivezérléssel mennének a dolgok. Ukrajna nagyon sokszor nem vette figyelembe az amerikaiak tanácsait. Tehát lehet, hogy van ott amerikai tábornok, lehet, hogy ad tanácsokat, de nem biztos, hogy ezt az ukránok elfogadják. És mit gondol ebben az ünnepi időszakban, a karácsonyi időszakban lesz valamennyi fegyvernyugvás, vagy idén nem, hanem folytatni fognak ugyanúgy a harcok? Lehet, hogy lesz, de ennek túl sok jelentősége nincsen. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy Oroszország elszánta magát arra, hogy folytatja ezt a háborút, tehát annak ellenére, hogy most az oroszok vannak jobb pozícióban, nem használják ki ezt arra, hogy esetleg egy tárgyalási folyamatot elindítsanak, hanem úgy látják, hogy Ukrajnából még többet ki tudnak harapni. Ugye Ukrajna sem teheti meg, ugye belpolitikok miatt a ukrán népességnek a nagy része még a háború mellett van, tehát a kitart, bár ez morzsolódik azért ez a százalékos arány. Tehát lehet, hogy egy-két napos tűzszünet lesz, de ez nem fog átmenni egy nagyobb tűzszünetbe, nem lesz komolyabb hatása, legfeljebb egy-két napig pihennek a katonák a frontokon. Egyébként nem állt le tavaly se teljesen harci tevékenység. Tehát ez inkább egy szimbolikus kérdés, hogy legalább karácsonykor leteszik ki a fegyvert a felek. Most már azon is lehet vitázni, hogy melyik karácsonykor, ugye az ortodox vagy a nyugati karácsonyi időpontkor legyen ez a tűzszünet, hogy az ukránok azok kezdenek elmozdulni az ortodox karácsony ünnepléséről a nyugati karácsony ünneplésére. Tehát itt még ez is már ugye a szakításnak a jele a két fél között. Én azt gondolom, hogy valószínűleg valami lesz, de nem lesz, ez nem fog kiterjedni, és nem lesz belőle egy nagyobb tűzszünet. Demko Attilának köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen.